Skype interjúban vendégünk Németh László, az IPOS elnöke. Egy picit politizáljunk és essünk is túl a nehezén, hogy keresték-e önt mondjuk kormánypárti médiától, vagy médiumtól, mert ugye az ATV-n, a 24.hu-n olvashattuk, láthattuk a nyilatkozatait, de mennyire kíváncsiak, úgymond a hivatal szeretek az ön véleményére, illetve az önök véleményére, kikérték-e mondjuk előzetesen a Kata változtatással kapcsolatban? Én is üdvözlöm a kedves televíziónézőket. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy hivatalosan egyeztetés zajlott. Tehát gyakorlatilag a munkaadói oldal, ahol ugye az IPOS is egy részese a magyar gazdasági életnek és az NGTT-nek is, megjelentünk ilyen fórumon, ahol zajlott egyeztetés. Nekem a fő bajom ott kezdődött, és most is az, hogy gyakorlatilag itt a munkaadói oldalnak a véleményét nem láttuk, és nem tapasztaljuk, hogy bárki is beépítésre került volna itt az új kataszabályba. Ami ugye azért fontos nekünk, vagy azért furcsa nekünk, mert ez teljes egészében a katának az átformálása, nagyon sok embernek a kizárása, akinek a napi tevékenysége zajlik ez alapján, az adózási forma alapján, és hát ami a legfurcsább, hogy ugye ilyen gyorsan egy évközi változtatással kívánja ezt a kormány bevezetni. A véleménykérés arra volt, hogy elmondhassák a véleményeket, vagy mondhassák azt, hogy kikérték a véleményeket, ám de ezt nem vették figyelembe. Egyébként hány százaléka lehet az önök tagságának mondjuk katásadózó? Az a baj, hogy ugye az IPOSZ-nak a tagszervezetek a tagjai. Tehát ugyanúgy, mint ahogy az Ajka Ipartestület. Tehát ilyen mélységben nem látnak bele. És ugye mi nem látjuk azt, hogy egy-egy tagszervezetnek hány tagja van, mert itt azért van több ezeres tagság is, vagy ezer körüli tagság is, meg van néhány 10, 15, 20, ugye a minimális az a 10, de van, ahol 40 tag van mondjuk egy kisebb településen, de van olyan település is, ami nem egy túl nagy, tehát kisebb, mint Ajka, vagy fele akkora, mint Ajka, és bizony 250 iparos van az ipartestületnél, tehát egyszerűen már az ipar, annyira jelentkeznek sokan be, hogy kinövik a székházat. Tehát nemrég építették, de már újat kéne építeni, tehát van ilyen is. Én azt tudom mondani, hogy durván egy olyan 40 ezer fős tagsággal rendelkezik így a tagszervezeten keresztül az IPOSZ, ami azt hiszem, hogy önkéntes tagság esetén nem is egy olyan nagyon rossz számot jelent. De ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy mivel itt önkéntes tagságról van szó, azokat is képviselni kell, azokat a mikro- és kisvállalkozásokat, akik az érdekképviseletért nem fizetnek tagdíjat, és azt meg tudjuk, hogy azért a magyar kis- és középvállalkozások vannak a legnagyobb arányban, hiszen a 90%-át adják a magyar gazdaságnak, amelyen belül további 90% a kis- és mikrovállalkozások, vagy a mikrovállalkozások is a 70%-ot érnek el. Tehát a magyar gazdaság jellemzője az, hogy mikrovállalkozók nagy létszámban vannak jelen, és hát ők azok elsősorban, ugye, akik ezt az adózási nemet választották, illetve hát van egy-két BT is, aki annak idején ezt ugye tudta választani adózási nemként, és azért szeretném elmondani, hogy például volt elnökünktől is, mert ugye jönnek be ipartestületektől vélemények, és jött olyan, hogy hát bizony az elmúlt 30 évben azért pont az IPOSZ is ösztönözte, meg maga az akkori gazdasági irányítás is, vagy a mindenkori, hogy minél többen legyenek társas vállalkozások, alakítsanak BT-t, KFT-t, egyebet, és mikor a Kata megjelent, akkor meg ugye mi szorgalmaztuk azt, hogy az egyszerűsége és az átláthatósága a véget, de talán az egyszerűség meg a könnyítések véget, hogy mindenki, aki teheti, egyéni vállalkozó, akik akkor még kényszervállalkozónak hívtunk, ugye ez is egy ilyen hátrányos megkülönböztetésként jelent meg, hogy minek annyi kényszervállalkozó, etc. Ma már ezek a vállalkozók egyébként tisztességes önfoglalkoztatók lettek, tehát annyit elért az IPOSZ is, hogy a folyamatos megjelenéskor mindig azt mondtuk, hogy nem, ők megtaláltak egy piaci részt, ahol szeretnének szolgáltatni, és sokkal jobban meg kéne becsülni, hiszen nem segélyér állnak sorba, nem a munkanélküli segélyér mennek, hanem igenis saját pénzüket, idejüket kockáztatva azért ők egy űrt töltenek be a lakossági szolgáltatás terén elsősorban.
Tehát el is értük, mondom ezt, hogy... És mi lesz most ezzel az új változással? Tehát lehet, hogy lesz, aki abba adja az ipart, vagy pedig egyszerűen árat emel, és átmegy egy másik vállalkozói formába. Milyen fejlemények várhatók? Nagyon sokan lesznek, akik ugye mellékállásként közel 80 ezer vállalkozó volt, aki mellékállásként üzte úgy a tevékenységet, hogy katásként. Ez a gazdaság szinte teljes területét föleli. Ugye az IPOSZ maga is 200 szakmában van jelen körülbelül. Itt gyakorlatilag azok a mérnöki szolgáltatások, akik ugye egyrészt terveznek mondjuk mérnökök az önkormányzatoknak, vagy alapítványoknak, vagy vállalkozásoknak, ugyanúgy, mint magánszemélyeknek is, nagyon sokan voltak katások. Hát ezért már ugye a maga a mérnök kamara is tiltakozott, így a kata ellen, vagy kéri a felülvizsgálatát, hiszen tulajdonképpen azt is el kell, hogy mondjam, hogy mivel a kamarának azért az IPOSZ elég régóta könyörög, hogy a mestervizsgával vissza kéne állítani azokat a jogosultságokat, amik régen voltak, és hát ugye a kamara kezében van az elmúlt 30 évben kikerült az IPOSZ jogelődjétől, a kiosztól a mestervizsgáltatás lehetősége a kamarához, és bizony azóta egy kicsit a színvonala is romlott a mestervizsgáztatásnak, de a lényeg az, hogy egy csomó jogosultságot elvettek a mesterektől, nem lehetnek a saját maguk felelős műszaki vezetői például az építőipar területén, és hát ezeknek is mondjuk mérnökök szolgáltatnak be így, akik általában másodállásként, katásként számláztak. Ez is emelni fogja egyébként a költségeit magának ezeknek a vállalkozásoknak. És így az árakat is emelni fogja. Hát az árakat is emelni fogják, mert ugye most át kell menni vagy egy általányadózásba, vagy valami társas vállalkozásba, mondjuk egy BT-nek is át kell menni mondjuk kivába, vagy valamibe. És hát ezeket azért általában csak könyvelővel lehet megoldani. Meg magát az egész átjelentést is azt látjuk, hogy ez az évközi változás, ez bizony egy olyan adószakértőt, vagy egy olyan könyvelőt kíván, aki ezt megoldja, és utána meg azért muszáj lesz könyvelőt is alkalmazni, ami bizony újra havi kiadásokat jelent, amit megint át fog hárítani a vállalkozás alaposságra, vagy hát a megrendelőre. Ugye a fő problémát abban látjuk, hogy hova. Hiszen a katának is volt, mikor a kata bevezetésre került, előtte még volt, sokan emlékeznek talán az EVA-ra. Tehát az EVA-t is addig módosítottuk, amíg el lehetett, tettük elég rendesen, és hát abból a végén az lett, hogy meg kellett szüntetni. Na hát ebből az EVA-ból annak idején nagyon sokan átjelentkeztek a katába, és én azért is sajnálom, hogy ugye bújtatott jogviszonyként sokan kihasználták, valóban sokan kihasználták magát a katát, erre azért konkrét számok nem készültek, ugye ezt nehezményezzük mi, hogy találgatások vannak, ugye először indult a kamara elnökétől, hogy körülbelül 100-150 ezer, aztán már végén már 25% lett. A NAV tudja, vagy tudhatná, csak nem mondja meg. Persze, tehát ugye amikor a NAV mindenbe belelát ma már, akkor ezt azért egyszerű lenne akár egy programot írva is szoftveresen kiszűrni, hogy ki az, aki ezzel visszaél, és nem magát a gazdaság, magyar gazdaság alapját jelentő mikrovállalkozásokat tönkretenni, vagy azoknak egy jelentős részét. Mert azért itt sokan ki fognak szállni szerintem, én látok itt azért cipészeket, vagy éppen olyan tevékenységet folytató még idősebb nyugdíjas embert, aki azt mondja, hogy innentől fogva nincs tovább, mert én már nem fogok adónemet váltani, akkor befejeztem a tevékenységet. Meg nagyon sok olyan kis településen lévő vállalkozó van, aki azért nem egy nagy megrendelő állománnyal rendelkezik, és bizony épp elég volt kitermelnie a katát, hogy saját magát fenntartsa. Az ő esetükben ugye nem is lehet szó arról, hogy jobban jár, mert elmehet munkavállalónak. Tehát azért ők itt saját tevékenységet végeztek, saját eszközeikkel, saját műhelyükbe, és bizony, hát nem akarom az ördögöt a falra festeni, de például ugye tudunk Ajkán is olyan szakmát, hogy nem régen, majdnem csak ilyen lakossági
szavazás ment a Facebookon, hogy ugyan tartsa már meg a vállalkozását, mert nagy szükség lenne rá. Igen, ez cipőszó. Nem akarok kimondani, de, hogy milyen szakmáról van szó, de nagyon sokan tudják, én úgy gondolom, mert bizony egy nagy űrt hagyna egy ekkora településen, mint Ajka, hogyha az a szakmát nem űzné tovább senki, már pedig szinte nem űzi senki, akkor azért úgy gondolom, hogy a lakosság ellátás nélkül maradna, és egy űr lenne itt a lakossági szolgáltatások terén. Van egy fontos szempont, ez is, hogy közbevágok, de amit eddig nem hallottam, hogy ugye azt mondják, hogy a katások keveset adóznak, viszont megvan lehetőségük arra, és elnézést, hogy én is így cselekedtem annak idején, hogy ha kevesebb is a jövedelmem, de azért öngondoskodás jelleggel mondjuk nyugdíjalapot képezhetek, tehát befektethetek olyan biztosításokba, vagy egyéb formában, értékpapírba, amiben az idős éveimre félre kell, hogy tegyek. Hát persze van, aki szétszórja a pénzét, viszont a katásnak megvolt a lehetőség arra, tehát az az érve a miniszterelnöknek, hogy kiukad a nyugdíjkassa, egy picit vitatható, vagy finomításra szorul szerintem. Hát én úgy gondolom, hogy elég rossz dolog az, hogyha egy ilyet mondunk, hogy egy társadalmi réteg végett, egy másik társadalmi réteg nem megfelelő ellátásba részesül, mert ez eléggé nagy társadalmi megosztottságot hozhat létre. Tehát én úgy gondolom, hogy azért ezekkel óvatosan kéne fogalmazni. A másik az, hogy én mindig a vállalkozók oldaláról próbálom megközelíteni, bocsánat, a dolgot. Magának az IPOSZ-nak is az volt a javaslata, hogy 2013-as bevezetés óta nem validáltuk a járulékot, tehát nem követte a minimál bért. Ezért a katás vállalkozásoknak ugye a nyugdíja az szinte egyenlő lesz a nullába. Valóban kevesebbet fizetnek be, ezért javasoltuk, hogy meg kellene emelni a minimál bérhez képest a befizetést, és akkor több lenne a bevétel ezen az oldalon, meg akkor a katásoknak is lenne legalább egy minimál nyugdíja, ami a mostani kataszabályozással viszont be lett betonozva az 50 ezer forint, tehát gyakorlatilag a mai álláspont alapján, hogyha itt ezen nem változtatnak és nem kapnak mondjuk ezek a nagyon-nagyon alacsony bevétellel rendelkező szolgáltató mikrovállalkozások egy pozitív diszkriminációt a nyugdíjszámításnál, akkor ugye a minimál bér alapján történik a szolgálati idő arányosítása, tehát hogy a minimál bérhez képest mennyi a befizetett járulék, és így arányosítanak, ez azt jelenti, hogy ma 2 évet dolgozik egy katás vállalkozás, hogy 1 év szolgálati időt elszámoljanak a nyugdíjba vonulás esetén. Tehát én úgy gondolom, hogy pont ilyen kontraproduktív lett ez a dolog a katások tekintetében, mert biztos, hogy fizettek volna többet, ezt ugye meg lehet magyarázni, hogy ma egy olyan inflációs időszakot élünk, olyan helyzet van, hogy amúgy is emelni kell, de hát a saját érdekükbe is kellett volna, mert ahogy eltetszett mondani szerkesztő úr, hogy ön gondoskodik magáról, nem mindegyik vállalkozó ilyen, főleg a fiataloknál nem látjuk ezt, mert ők sokan mondják azt, hogy mire én elérném a nyugdíjkorhatárt, úgyse lesz nyugdíj. Na most ezt megint ugye a kormánynak kéne talán rendbe tenni, hogy igenis megteremteni annak az alapját, hogy számíthatnak majd ezek az emberek is, vagy a középkorúak is a nyugdíjba vonuláskor arra, hogy nyugdíjuk lesz, és akkor lehet, hogy boldogabban fizetnének ők is járulékot, mert így viszont, hogyha ha nézzük, akkor nagyon sok helyről kaptuk azt a jelzést, hogy mivel úgyse lesz nyugdíjam, megbonyolították az életemet, akkor lehet, hogy elmegyek feketébe, vagy éppen elmegyek külföldre, aztán ezt sem fizetem, amit eddig fizettem. Jó, de most mondhatjuk, hogy itt jön képbe az öngondoskodás. Tehát ha már nem lesz nyugdíjam, akkor csinálok magamnak valamit, ami olyan lesz, mint a nyugdíj. Tehát egy magánnyugdíjpénztár, hogy valamivel befektetem a pénzemet, és a jövőre gondolok, és nem ruházok be korlátlan, hogy nem fogyasztok korlátlan, nyakló nélkül, hanem ilyen megtakarításokba gondolkodom. De most már ez késő lesz, mert a katát úgy, ahogy van, már nem tudjuk tovább működni, vagy nem fog tovább működni. Így van.
nagyon sokan ki fognak esni. Én nem azt mondom egyébként, hogy maga az általányadózás az nem egy jó dolog adózás szempontjából. Végül is lehet, hogy nem is fog többet fizetni néhány tevékenység esetén egy-egy vállalkozó, mint a Katánál, csak maga az adminisztrációs teher az, ami meg fog nőni, hiszen számlavezetés, utalásoknál mindennél könyvelő, tehát én úgy gondolom, hogy amikor azt hangsúlyozzuk mindig, hogy a gazdaságot egy hatalmas nagy adminisztrációs teher sújtja folyamatosan, és ezen dolgozunk ugye az elmúlt 30 évben már, hogy az adminisztrációs terheket csökkentsük, akkor pont most megint pont azt növeljük. Tehát egy egyszerűbb adózási formát váltunk ki egy bonyolultabbra. Akkor most nem lehet tudni, hogy bírjuk-e majd már az ország, bírja majd könyvelővel ezt a nagy terhelést, vagy pedig előjön egy régebbi gondolat, ugye volt erről szó, hogy majd a NAV könyvel mindenkinek, ezt már gyorsan elfejtették, de volt erről már szó? Volt erről már szó, én úgy gondolom, hogy ennek sincs akadálya, mert ugye ez folyamatos fejlesztése, csak pont ezt nem értem, hogyha a NAV tud könyvelni mindenkinek, akkor miért nem tudjuk kiszűrni, mert ugye arra hivatkoznak sokan, hogy 450 ezer vállalkozást átellenőrizni, hogy ki az, aki jogosan katásk, és ki az, aki visszaél a katázása, akkor hogyan gondoljuk azt, hogy esetleg könyvelünk is neki, vagy ha tudunk neki könyvelni, akkor miért nem tudjuk ellenőrizni azt, hogy valóban ki az, akit ki kell szűrni a katázásba. Végezetül még egy kérdésem lenne, hogy ugye az ördög a részletekben van, tehát a végrehajtási utasítást még nem ismerjük, de ön szerint elképzelhető, hogy olyan elemek kerülnek bele, amik elveszik a mostani törvény élét, vagy ez már úgy, ahogy van, megmásíthatatlan és javíthatatlan? Én úgy látom, hogy egyébként zajlanak azért érvek ellen, érvek is ellene. Én még mindig bízom abban, hogy azért történik valami. Megmondom őszintén, maga az IPOSZ is levélben fordul a köztársasági elnök asszonyhoz, hogy küldje vissza megfontolásra ezt a törvényt, és rajtunk kívül még úgy látom, hogy egy csomó másik szervezet is. Maguk a taxisok, akik egyébként ugye megmaradtak ilyen elkülönítve, hogy tudnak számlázni ugye cégeknek, ők is gyakorlatilag kérték a módosítást, hiszen itt meg az áfa önálluk, ami probléma, ezt mondjuk én szerintem nem lesz olyan egyszerű áthajtani, hiszen az előző áfa mentességi határemelésre is éveket kellett várni, mire az Unió rábólintott. Ugye akkor emeltük 6-ról 12 millióra, vagy hát akkor került Magyarországon felemelésre 6-ról 12 millióra. Én úgy gondolom, hogy most a 18-ra nem olyan egyszerű lesz megemelni, de hát erre is ők állítólag kaptak valamilyen ígéretet, hogy felülvizsgálják ezt a dolgot. Én remélem, hogy átgondolásra kerül, hiszen a magyar gazdaság ellehetetlenítése is bent van ebbe, hiszen nem tudnak a vállalkozások együtt dolgozni. Én mondjuk, mint építőipari vállalkozó, nem biztos, hogy a szomszédomban dolgozó katás boltostól meg tudom venni a szerszámnyelet, el kell mennem egy másik nagy céghez esetleg, hogy mondjuk egy törött számlát is kaphasson, ugye? És tudjak számlát kapni, vagy a bevett szolgáltató autószerelő, ahova hordom a cégek autóját, vagy autóit, azok nem tudnak majd javítani, mert ők ugye katások voltak, vagy éppen egy hűtőgép szerelő nem fog tudni elmenni a vendéglátóshoz, hogy megjavítsa a hűtőjét, mert nem tud számlát adni. Na most ugye itt jön vissza a dolog, hogyha visszaerésül el a dolog, akkor lehet, hogy pont azok a cégek is, akik meg korábban igénybe vették a katások szolgáltatását, vagy rákényszerülnek, hogy igénybe vegyék, mert én nem hiszem, hogy egy kulcsmásoló mondjuk ki fog szállni a katakörből, viszont a szálloda onnantól fogva nem fogja tudni lemásoltatni, vagy a vállalkozások nem tudnak kulcsot másoltatni, hogyha éppen kell, akkor viszont ők azt fogják tenni, hogy ők is gyűjtenek némi nemű olyan pénzmagot, amiből ezt a szolgáltatást meg tudják fizetni. És itt van egy óriási kör, amiről nem is beszéltünk, és ne is menjünk bele, a társasházak. Tehát ha ők cégként viselkednek majd, akkor az összes katás vállalkozó, aki eddig nekik dolgozott, egyrészt nem dolgozhat tovább, vagy pedig átjön egy más vállalkozási formába, vagy pedig a vállalkozók mondanak le a társasházakra, ami egyébként egy nagyon nagy piac, tehát karbantartási javítási munkákat nagyon sok katás vállalkozó végez.
Hát igen, meg ott vannak azok az állami intézmények, például az egészségügyi intézmények, akik nem tudják visszaigényelni az áfát, ezért ugye azok a katások is közkedveltek voltak náluk, akik mondjuk áfa nélkül tudtak szolgáltatni, hiszen úgyse tudtak mit kezdeni az áfával. Sok változat lehetséges még, reménykedjünk abban, hogy javul a dolog egy kicsit, vagy pedig nem írja alá tényleg Novák Katalin a törvényt, bár erre kicsi esélyt látok. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm a meghívást.